Berecz András mesemondóval bereki fellépése előtt beszélgettünk a Körmendi Lajos írótáborról és terveiről. A művész nem is tudta pár mondatban megfogalmazni, mit is jelent neki Berekfürdő, hiszen, mint mondta, Körmendi Lajost, Hajdú Lajost, Nagy Gazsit, akik már elmentek, de lélekben itt vannak ma is vele. A művész nem tud az országban hasonló táborról, ahol gyógyító vizek ennyit segítenek az ideérkezőknek, sokszor csodát téve velük. Nem tudok az országban még egy hasonlót, mint Berekfürdő. Itt alattunk gyógyító vizek gyűltek össze, a Kárpát-medence egyik legnagyobb csodája. Becsorog mindenhonnan, miközben a világban a víz hiány, itt többlet. Beül az ember görbén, nyögve, és kijön frissen. Tehát csoda vesz körül itt minket. De hogy ilyen emberek, akiket felsoroltam például, azt álmodták meg, hogy ezt meg kellene tölteni emberi tartalommal, ezt az Isten csodát. Hívjunk ide költőket, írókat, képzőművészeket, hagyományőrzőket, és hagyjanak itt egy-egy emléket. A festőművész hagyjon itt festményt, aki a szóval bánik, emlékezzen meg Berekfürdőről. És íme már nem is tudom, hogy hányadik éve ez megy a maga útján, szépen, csendesen. Nekem nagyon nagy feltöltődésik lenni. A költők, írók, képzőművészek, hagyományőrzők mind itt hagynak egy-egy emléket Berekfürdőről az itt élőknek. Olyan emberektől szedegettem össze talpra esett szavakat, énekeket, akik nem iskolából, hanem az öregjeiktől kapták. Ezért, amit hurcolok leföl, az egy közösségi műfaj. Ebben a magyar ember Nyitrától le Délvidékig és Zalától Moldváig magára ismer. Tehát nem tudom, hogy nem saját magukat szeretik-e az emberek, mikor nekem köszönnek. Mert az én zsivány, rossz tulajdonságaimat nem is ismerik. Hanem a meséimet, a dalaimat igen, és én azt gyanítom, hogy abban magukra ismernek. És talán ez az öröm forrása. Berecz András büszke kunhegyesi őseire, arra, hogy az itt élőktől is sok mindent megtanult. Az a legjobb, hogy itt lehetünk, hiszen a járványhelyzet lehetővé tette, hogy megvalósuljon az írótábor. Ez a mai este is. Bizony sok volt a korona. Sokan azzal biztattak, hogy hát kipihenem azt a sok utazást. De aztán most már ott tartunk, hogy a pihenést kéne valahogy kipihenni. Az pedig fellépéssel lehet csak, és bizony nagyon örülök, hogy végre hallhatom saját magamat. Én annyit hallgatoztam, hegyeken, völgyeken jártam, Facebookra filmeket készítettem, hogy abból most már elég volt. Örvendek, hogy eljöhettem valóban barátokkal, ismeretlen barátokkal találkozhatok. Adja Isten, még ebben nekünk még sokszor részünk legyen.